Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális feladatunkban a következő kifejezést kell egyszerűbb alakra hozni. Valójában el kell végezni az itt látható műveleteket. Mínusz 0,1 a a harmadikon, nincs kitéve, de egy szorzás található közöttük, az egész zárójelbe van, mindez a négyzeten, és ezt kell szorozni ezerrel. Hát ha a zárójában lévő kifejezésünk a négyzeten van, az azt jelenti, hogy a négyzet mindenre vonatkozik. Külön vonatkozik a mínusz 0,1 tehát kísírhatjuk, hogy mínusz 0,1 a négyzeten, illetve a folytatásban a harmadikon, és az még a négyzeten. És mindezt majd a végén szorozni kell ezerrel. Figyeljük az előjelet bármely hatvány, hogyha páros kitevőn van, az pozitív előjelű lesz. Így akkor a mínusz a négyzeten átalakul pluszá. Mit jelent 0,1 a négyzeten? Mondhatnám azt, hogy 0,1 szorozva 0,1-del, az lesz a 0,1 század, vagy úgy is mondhatnánk, hogy 1 a négyzeten az 1, de a tizedes helyek számát megduplázom, tehát két tizedes helynek kell, hogy legyen, így kapjuk a 0,1 századot. A folytatásban hatvány hatványozásával találkozunk. Emlékezzünk a szabályunkra, alapot lemásoljuk, kitevőket pedig összeszorozzuk. Ez azt jelenti, hogy a, a harmadikon, és az még a másodikon, az a-t lemásolom, a hármat és a kettőt összeszorzom, ez lesz az a, a hatodikon. És mindezt szorozni kell ezerrel. Hát a szorzást valójában a számok esetében tudom elvégezni. Mit jelent egy számot megszorozni ezerrel? Mivel tizedes számról van szó, így akkor a szorzást úgy végezzük el, hogy a tizedes veszőt mozgatjuk. Mégpedig jobbra, mert ugye nagyobb számot kapunk, annyi helyjel, ahány nullát tartalmaz az ezer, vagyis hárommal. Így akkor, ha a tizedes veszőt mozgatom három helyjel jobbra, az üres helyet nullával töltöm ki, figyeljünk arra, hogy a tizedes vesző most már az utolsó nulla végén található, leolvasom ezt a számot, ez lesz a 10, és csak lemásolom mellé az A hatodikont. Tehát az eredeti kifejezésünk sokkal egyszerűbb alakban, röviden csak 10 A 6 hatodikon. És ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!